be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Nagyszerű látni benneteket. Tényleg? Na. Tényleg? Na. Ilyenkor nekem is tudsz örülni egy kicsit. Vagytok. Hát amikor megmutattam neked ezt a reggeli kis vega hurka és kolbászkrémet, kicsit kiakadtam. Ne hazudjatok. Ne, se nekünk ne hazudjatok, se magatoknak ne hazudjatok. De azért megkóstoltad. Nagyon finom mind a kettő, csak csináljatok padlizsánkrémet, túrókrémet. Ne hazudjátok magatoknak, hogy ez hurka meg kolbász, még az se, hogy ízű, mert nem az. De, kicsit megkóstoltam. Kicsit a Balázs, kérlek Balázs. Tényleg kicsit. Nem, ha most nem mondod el nekem, hogy ebben nincs valódi kolbász, rájövök, de kell egy perc, mire valami gyanúsra válik. Igaz stölt íze van, igazi füstölésre készül, nem rossz. Nem, már gyerekek. Hát nyomokban nem tart. Semmi, mi nyomokban se tartalmaz. A füst mi? A füst íz, igen. De hát a füst íz, akkor gyereki velem dohányozni, vagy nem tudom, de azért ez nem ugyanaz. Gyerekek, hát azért hónapra nyilván, hozok. Tehát, hogy persze, nyilván nem teljesen ugyanaz, de egészen élethűre sikerült ábrázolni. Egyébként valaki kérdezni, hogy mi a célja ezeknek, tehát nyilván nem az a cél, hogy ezt állandóan ilyen növényi füstölt kolbász utánzatokat együnk, de azok az emberek, akik szoknak le a húsról, vagy magas a koleszterin szintjük, stb., de ehhez az észre, amikor ragaszkodnak még, azt kérdezik akkor, hogyan tovább, és nekik átmenetileg ez egy jó megoldás. A Jani volt nekem az egyik igen legjobb példa erre, aki elmondta, hogy ő ugye lelkiismereti okokból vegetáriánus, de emlékszik a régi ízekre, amit minden mondjuk megvan. Minden megvan, és akkor jó jöhet egy-egy ilyen. De hát ez a múltkor is, ez a májkrémet evett tofuból, vagy miből. Persze. Ne csapjál, az tofu, érted? Persze. Az nem máj. Nem, a máj Gábor az egy csodálatos étel. Egyébként meg az hasonló ívásokra, mint amilyenek én. És vagyok, hogy mi keressük ezeket az ízeket. Mi is szeretnénk meg itt, mit tudom én, a párizsinek az ízét érezni, hogy a felvágottak ét, a virsliét, de nem akarom kóstelni. Értelek benneteket, nevezzük ezt egy nyomokban kolbász jelleget tartalmazó gabonakrémnek, és annak nagyon jó. Aha. Tehát teszem, jó, hogy én megkóstoltam. Jó, kérlek szépen abból a kolbásznak csúfolt krémből. Köszönöm. Vagy így. Egyébként megkóstoltam mind a kettőt, tehát ehető állagú. A műsor kedvéért bevettettem magam ebbe a kísérletbe, egyelőre megvagyok. Húsevő társadalmat. Értem, az íze az ehető, az állaga. Ahogy Feri dicsért. Hát tényleg én eszem hús, de jó, kedves, nincs rossz íze. Kedves ismerősem, küldtek nektek még fenyőrűt szirupot, erdei gyümölcslevet, házi csipkelepvárt és hecsedlilekvárt. De azok nagyon jó. És az alma is velőtt, és hoztam alma chipset is. Alma chips, tényleg nagyon finom. Igazi, hazai. Na, az nagyon jó, és az alma chips, ott nincsen kénezve, nincsen citromsavazva. Csodálatos íze van. Mi se csinálunk alma ízű kolbászt, érted? Na, milyen volt, én elmentem. Egy-két szó arról, milyen voltam. Hát nem milyen voltál, azóta azt hallgatjuk, hogy milyen voltál. Gábor, a közös előadáson voltunk. Kázi, nem is előadáson, felvezettem Gábor, gyerekek. Ritkán utazom valakit felvezetni 400 kilométer, de... Na most az úgy volt egyébként meg. A beszámolók szerint, hogy 1 óra 45 perc Balázs felvezet, és 15 perc Gábor, nem? Fejezete rövidre fogtam, és egy szerény 10 percben futtattam csak magam, utána vezettem föl Gábor. Tényleg rövid, 10 perces felvezetőt adtam Gábornak. Azért az Gábor... nem volt semmi az a felvezető, Balázs, azért a tapsvihartól kezdve sok nevetés, vidámság, azért ott kőkeményen volt. Az én előadásom, ahol ott vagyok, ott vidámság van. Jó, de te igen, de te komoly tényekről beszéltél, én meg vázoltam, hogy miről lesz itt szó. Figyelj, egy zenekarnak az igazi nióját az mutatja meg, hogy ki az előzenekara. És neked Balázs volt az előzenekarod. Én voltam az előzenekarod, igen. Tehát, ott voltál sokáig? Fontos program volt. Hát 10 után lett vége. Igen, nagyon sokan voltak, sok volt a kérdés, a személyes kérdés, egy fantasztikus alkalom volt Debrecenben, igen. Hmm. És hát folytatjuk is majd, egy hét múlva lesz újra, stb. Stb. Tehát hova mentek? Budapesten, itt leszünk a Lurdi házban. És utána megtaláltak a rajongók? Jani kérdése arra vonatkozik, hogy ezt után fújattál egyet a backstage-be? Persze, lerágták róla a boxer. Sok kérdés volt. Sok beszélgetés volt, sok kérdés volt. Álltak a grupik az öltöződ előtt? Igen, kérdeztek a végén, interaktívra jöttétek? Igen, volt egy szűk, kemény mag, aki maradt a végén, és ők... Hát 9:30-10 körül mentek el, rengeteg kérdés volt, aztán a többi majd e-mailben vagy más módon. De rendeltél gyorspostával Ginzenget? De a legtöbb kérdés nem az volt, hogy hol a Balázs, nem? Nem mesélj még Balázsról, Gábor, léci. Egyébként nem. Balázs miatt is sokan jöttek. Figyelj, 300-an voltak, komoly tömeg volt. Majdnem 500 fő volt, igen. Majdnem 500 fő volt. Na, volt. Mivel készültél már, Gábor? Egy viszonylag új szakmai eredménnyel készültem, ez a bél idegrendszer, nem tudom, erről hallottatok-e. Kutatócsoportok vizsgálják mind a mai napig, hogy az emberi tápcsatornában, gyomorban, nyombélben, vékonybélben, vastagbélben idegrendszer van. Mégpedig egy viszonylag önálló
idegrendszerünk van, és ez még önmagában nem nagy újdonság. A lényeg az, hogy nem csak a központi agyból az idegrendszer, nem csak az agy felől a bél felé további üzeneteket, hanem visszafelé is. Tehát most én nem kevesebbet állítok, mint azt, hogy az étrendünk, az étrendben lévő hatóanyagok visszahatnak az ember központi idegrendszerére és a kedély állapotára. Tehát az azt jelenti ugye, hogy amit megeszel, olyan állapotban leszel mentálisan. Nyilván ez a közegyszerű mondás, hogy az vagy, amit megeszel. Igen. Nyilván nem csak fizikai állapotodra vonatkozik ez, hanem a lelki, mentális állapotra is. Nyilván nem azt állítja ez a szakcikk sem, vagy a szakcikkek sem, hogy, hogy csak az étrendre befolyásoló, mert sok minden más is befolyásolja, ugye a szemlélet, a hit, a meggyőződés, világnézet, emberi kapcsolatok, család, stb. De az étrendről korábban nem gondolták, hogy visszahat, ennyire visszahat. Tehát magyarul lehet, hogy valakinek a depressziója, lehangoltsága, ez a túl zsíros, túl fűszeres, fehérjedús, cukros táplálékok vannak. Azért ez egy komoly eredmény. Ez egy komoly eredmény, igen. De akkor az azt jelenti, hogy mindenki, aki sok húst eszik, depressziós, és mindenki, aki kevesebbet, vagy inkább növényi táplálékot, az vidám? Nem csak a húsról van szó, de például a túlfűszerezett... Szerintem ez így van. Én ezzel abszolút nem értek. A túl sok főtétel, a túl sok forró fűszeres leves éjgyomorra megterhelik ezt a gyomorbérrendszeri idegrendszer, ezt a bélidegrendszer, és a szervezet csökkenti az idegrendszer stabilitását, intenzitását, az ember egy picit kókattabb lesz, egy picit lustább lesz, fáradékonyabb lesz, és ez hozza létre azt az állapotot, ami sokakra jellemző, ez rossz táplálkozás miatt is van. Van, aki a vitaminokról beszél, antioxidánsokról, nyersekről, én ezt alá is írom, tehát nem jó a túl sok főt étel, a túl sok hús sem jó, egyébként túl sok zsíros hús sem jó, ezek deprimálta tehetnek. És akkor mi a jó? Tehát vegyem ki a húst, és jobb kedvem lesz? Vagy egyek többet zöldségből, és akkor kevésbé leszek depresszív? Először is a reggeli folyadék, amiről sokat beszélünk, az látja el a szervezetet először is energiával, de nem a reggeli, hanem a reggeli előtti folyadékbevitel, majd utána jön a reggeli egy 30-60 perccel. Gyümölcs. Aki reggel gyümölcsel kezd, az mindig aktívabb lesz, azt mondja a szakma. És a nyájzöldség, sárgarépa, lilakáposzta, cékla, nyerszcékla arányát növeljük. Ugye, amiről korábban beszéltünk, ez a hagyma, torma, gyömbér, csilipaprika, egyebek, ezek is aktivitást fokozó hatásúak, tehát minél több hagymát fogyasztunk. Vannak gyógytejek, amik aktiválhatnak, van, ami nyugtat. És ugye ebben a szakmai eredményben az az új, hogy például az irritábilis bélszindróma visszahat a kedély állapotra, tehát nem csak arról van szó, hogy a stresszek miatt alakul ki valakinek irritábilis bélszindrómája, krónbetegsége, kolitisze, hanem fordítva, egy bélbetegséggel küzdő embernek sokkal több B-vitamin, sokkal több antioxidáns, több párolt vagy nyers zöldséget, ha ehet, ezeket kell fogyasztani, és ezzel a hangulatát növelhet, vagy javíthatja. De a Feri nem tűnik rossz kedvűnek, tehát nem, viszonylag. Ez csak az álca. De lehet, hogy tudod, hogy ez mi energia? A bőrben lévő szorongó, depresszív ember. Aki elutasítja magától az élet szép dolgaid, csak összetörve ül, ez vagyok én. Igen, mert hogy azért a magyar is úgy szeret enni, meg úgy, és mégis úgy dajdajozni, mert a... kicsit sírva vigad. Sírva de hogy... vigad. Igen, én nem arról beszélek, ez a hurrá optimizmus, állandó vidámság, ez a keep smiling, hanem a belső kiegyensúlyozottság. Feri, te belül kiegyensúlyozott. Na, az egy más kérdés. Vagy én, vagy Balázs, vagy Jani, kérdezhetném ezt mindannyiunktól. Tehát igazából nem mérhető az emberre rögtön, hogy mennyire vidám, vagy mennyire nem. Mert mindig hanem... csak azt a rohadt hurkát teszi a párolt káposztát, meg nem. Azt is szeretem a hurkához. Van egy belső nyugalom az emberi testben. A stressz küszöb alatti életvitel, amikor az ember alapvetően nyugodt, békés, ha valaki negatívan szól, rosszul szól, akkor nem kapja föl a vizet. Tehát szerintem van egy olyan lelki állapot, amire rá lehet segíteni az egészséges, rostos, nyers, párolt zöldségfélékkel, gyümölcsökkel, diófélék, vagy a dió kifejezetten mandula is ilyen hatású. Egyébként a bélflóra témája az visszatérve, úgy tűnik, hogy a bélbaktériumok végzik ezt a kommunikációt a testben. Ők hatnak vissza az agyra, az idegrendszerre, és nem véletlen, hogy javasoljuk, hogy a bélflóra helyreállítást is. Ez a belső krosztók, angolul ugye ez a belső kommunikáció. Már a vékony béltől elindul a laktó- és bifidobaktérium szaporulat, ugye beszéltünk itt a joghurtokról, de inkább a probiotikus készítmények, egyéb készítmények javasoltak. Kapszulák egyebek, amelyek... megint azt kell mondjam, hogy az öregek milyen okosak voltak. Ugye azt mondtad, hogy a reggeli folyadék bevitel, hogy a nagyapám például mindig egy fél pálinkával kezdett, és csak utána jött a szalonna a friss kenyérrel. Hát ez van. És tudod, milyen nyugodt volt? 96 évig élt. Folyadék, mint folyadék. Csak apám meg már ezt tovább is fejlesztette. Ő utána is bevett egyet.
Na de mégis sokáig éltek, nem Gábor? Le is dolgozták nyilván, ugye? Tehát az alkohol és a zsír az állandóan mozgó embernél elég. De ezért nem javasolhatjuk azt, hogy igyunk alkoholt és együnk zsírt. Uh-huh. Mi is mindig mondjuk a félnek, hogy felé elég, de soha nem áll lehet. Igen. Tehát, uh-huh. Én azt mondom, hogy aki most már elég. A pálinkát hívó emberek elmentek a gyárba és melóztak kőkeményen, tehát nem leültek a számítógép elé. Az alkohol és a zsír tehát néhány órán belül teljesen elég. Egyébként ez sem túl hasznos a szervezetre, mert dolgozik vele a máj, ugye a nyombél, ugye a gyomor fekély egyik oka az éggyomorra való pálinka fogyasztás, azért ezt ne hallgassuk el, stb. De csirátlanító hatása is van, ez tény. Hát erre feljavasoltok azt a 4-5 komponensű dolgot. Hadd mondjam el, hogy amit kaptatok, az nem is 4, hanem 5 komponensű volt már. Vörös hagyma is volt benne. A légzőszervédelme. Mm-hmm. Nekem anyósom véletlenül beleivott, az ott fekszik a tövön. 3 napja volt nálunk, ott aludt és iszakált. Nem, mert azt hitt, hogy almaecet, mert egy ilyen almaecetes üvegben van, és ő tett egy kort, kiabált, hogy elvesztette a látását, nem tud mozogni, és 3 napja a kövön fekszik, és nem tudjuk egyelőre megmozdítani, mert nagyon kiabál hozzá. De itt letörlik a habot a szájára. Mondtam, mama, abból ne, csak összekeverte a sima almaecettel, amivel ő minden nap egy kicsit iszik, mert hogy ugye. Igen. Az igaz, egyszer azt olvastam, hogy egy átlagos húsfogyasztó bélrendszerében kb. 2-2,5 kiló emésztetlen hús van feltapadva a bélfalra, vagy ez egy brutális nagy hülyeség? Nem, ez túlzás. A szervezet annyi enzimet termel, amennyi húst vagy fehérjét észlel, de nyilván a szakma az leírja, és ezt tanítja is, hogyha valaki sok húst, több húst, sajtot eszik, akkor sokkal több pepszinre, sokkal több gyomorsavra van szükség, tehát a gyomorban az emésztés sokkal intenzívebb, és a hasnyálmirigy is ugye sokkal komolyabb, nagyobb munkát végez, tehát ugye a kettes típusú cukorbetegségre való hajlam, szoktam is mondani, ez nem a cukorbeviteltől függ alapvetően, hanem a zsír és a fehérjebeviteltől, hogy a gyomorban nincsen lipáz, igazából nagyon kevés van, ami azt jelenti, hogy aki zsíros húst, olajban sült, zsírban sült hústerméket fogyaszt, azt a gyomor igazán nem tudja fölbontani, mert a gyomorban van fehérjebontó enzimrendszer, de nincs zsírbontó enzimrendszer, legközelebb az epe van, de az utána van. Az epe próbálja a zsírt bontani, majd a hasnyálmirigy, szintén a vékony bérről beszélünk már, ami utána van, azt próbálja bontani a zsírokat. Ugye ezért üli meg a gyomrunkat a zsíros fehérjedús étel. Jó, de Ferének nem üli meg, mert neki olyan hosszú bérrendszere, hogy le se ér a gyomrába az étel. Már előtte elpárolog a zsír, tudod? Hát a múltkor itt láttam, hogy megevett egy fél biciklit itt kint. Zsírral, és hát ugye a lánc be volt zsírozva. Külült így harapta, és mondom, hogy Feri, mi lesz ez? És mondja, hagyjad a gyomorsava, mert Feri, ez van a felébe a nyerget, hagyd meg uzsonnára. Feri, de tudod. De például a gyereknek az ember csinál hétvégén egy rántott hús, nagyon nagy bűnt követel a gyerek. Halálosat. De mert tegnap én azt csináltam, és eszembe jutottál egy csomószor. Egyszer-egyszer, de rendszeresen nem fogyasztunk rántott húst. Ugye, mert olajban sül, ráadásul fehérjéről van szó, és ezek a gyomorban, a bélben rákkelt anyagokat képeznek. De egy jó tanács, hogy ne szerdán csinálja a gyereknek hétvégén rántott húst. Ki bírja ütőben? Nagyon kívánta, megcsináltuk, nem adtam neki oda, majd szombaton megkapja. Végén ezt megcsinálom. Megbeni, ez az. Itt a rántott húst, így szombaton megkapod. De az a kérdés, hogy miért kell... meg azt a retket. Miért kell kirántani a húst? Tehát az jobb. Egy citromos sült csirke az nem jó például? Tehát, hogy nem más étel, sül. Biztos azért. Igen, ez lehet az oka. Azt kívánta, tehát nem azt mondta a Benni, hogy citromos sült. Ugye 6 éves a gyerek megismeri, át akarom vágni. Tehát azt, hogy rántott húst enne, és lerakok elé egy citromos sült csirkét, a gyerek kérdően néz. Benne van a panír. Kisfiam nálunk ez a rántott. Vajpuhára sütött csirke, megfelelő fűszerezések is, fokhagymával. Tök igazad van, nem tudom, ez már, ez erről beszéltünk a múltkor. Bulgurral, barna rizssel, zöldségsalátával, ez nem jó? Hát ez, igen, ez a 6 liter olajba beáztatom, forró olajba, megszívja magát, panírban van, ez már kicsit tényleg régi. A megfelelő hőfokon sütő, de 160 legalább, amit Gábor mindjárt mondja, hogy az már a halálos, veszélyes, rákkeltő dolgokat termel, akkor nem szívja meg magát. Mi az alternatíva? Mert akkor sütőbe és meglocsolom egy pici olajjal? Veszel egy ilyen szép spritznit magadnak, olajspriccelőt, ennyit teszel rá, és akkor megsütöd sütőbe, és Gábor boldogan mosolyogva fog rád nézni, hogy milyen nagyszerű, már csak a hozzáadott fehérjéket. De panírozni ugyanúgy bepanírozhatom. Ugyanúgy, persze. Rántott húst nem szoktunk annyira a sütőben sütni, mert lehet, más jellegű lesz, és kókuszzsírban lehet sütni inkább a sütőben. Tehát az jobban bírja a sütést, tehát nem állati zsírban, nem növényolajban, kókuszolajban. Te nem szoktál sütni, Gábor, ezt tegyük hozzá. Nyílt lángot az olajban nem szoktam. De lehet. Fasírtot készítünk, rengetegféle tök magos, sárgarépás káposztás fasírtunk. Lehet, tehát csak mondom, hogy lehet sütni sütőben rántott húst, úgyhogy nem bő olajban csinálod meg.
Megsül, az anyósom csinálja mindig. Egyébként itt, tényleg. Itt valamiért, de úgy érzem, hogy Feri ebben a témában hiteles. Igen, hát csak nem mondjuk azt, hogy nem lehet sütni, mert lehet sütni. Nem, hát a Gábor mindig alternatív megoldásokat mondta. Az más, a kókuszsíros sütés az oké, de meg lehet sütni tepsiben, sütőben, rántott húst, pont. Igen. Ne húzz föl. De Istenem. Hagyd majd én szétválasztom őket. Téged? Dehogy is. Mindenképpen jobb a sütőben süt, és a levegő is süti, nem csak az olaj. És ilyenkor ez több oldalról is sül, és nem ég meg annyira. Mint ha mondjuk rántott húst csinálnék simán. Aha. Egyébként az ilyen olajban, zsírban sütéskor, inkább az olajban sütéskor képződnek azok, azok az aromás szénhidrogének, amik az ízét adják ennek a rántott húsnak, amit a jó íze lesz, és ezek bántják a bél nyálkahártyát. De heti x-szer azért lehet, nem? Hát havonta minden... egyszer-kétszer, igen. Havonta? Havonta kétszer. Azt gondolom, hogy talán megpróbálható az íze miatt, hogy nagyon hiányzik. Hát az nem könnyű azért megállni. A gyerek nagyon szereti. És mindig kicsit furda a lelkismeret, hogy úgy teszem oda elé, hogy nem biztos, hogy ezzel jót okozom, de közben örömet okoz, hogy olyan... Istenem, csak Gábor megmondja. Hogy olyan alternatív. Mondok egy más variációt. Na, mondj egy alternatív. A régiek is ettek rántott húst. Igen. Mert rögtön kérdezhetnétek, hogy akkor a régiek ugye miért voltak egészségesek, ettek rántott húst, de kérdezem, hogy mikor, egy héten egyszer, vasárnap, és a hét többi napján mit ettek? Mert nem ettek húst, hát nem volt ennyi hús ebben szalonnát. Nem volt ennyi feldolgozott élelmiszer, felvágottak ebben tök igazad. Hát én azt mondom, hogy ha vasárnap vagy hétvégén egyszer csináltok rántott húst, de a hét közben is úgy eszünk, mint a régiek, hogy mindig az idén jellegű gyümölcsök, zöldségfélék, házi kertészet, stb. Valószínű, a heti egy-két hústól nem fogunk megbetegedni, bár a mai hús már nem az, ami 50-100 évvel ezelőtt volt. Mások hát a húsok is, de én amellett vagyok, hogy hétközben, akkor viszont csökkentjük. Jó, de most ugye zöldséggyümölcs. Mit olvastam tegnap vagy tegnap előtt? Megállapította az Európai Unió, hogy az eperben van a legtöbb növényvédőszer. Egyszer megnéztek X ország X termését, nem tudom pontosan milyen számadatokat sorakoztattak fel. Mindegyik határértéken belül volt, csak levezette a cikk, hogy ha te ebből X mennyiséget eszel meg egyébként májusban, amikor eperszezon van, sokkal rosszabbat teszel a szervezeteddel, és nagyobb dózisú mérget viszel be, mintha egyébként semmiféle gyümölcsöt vagy zöldséget nem fogyasztanál. Tehát azért ez is baromi nehéz, nem? Hogy adod a gyereknek, megmosod, de hülyére van közbe vegyszerezve. És azt hiszed, hogy most epre teszik olyan jó. Igen. Nem? Ez a probléma fennáll. Ezért foglalkozom én is, illetve foglalkozunk mi is olyan kapcsolat teremtéssel, hogy fölkutatjuk azokat a forrásokat, ahol leinformálhatóak a termények. És ha megnézitek, nyilván nem mondhatunk itt semmilyen márkanevet, vannak olyan hazai hálózatok, amelyek magyar termékekre fókuszálnak, vagy a környezetből származó osztrák, szlovák, cseh termékekre, és azt gondolom, hát én is ezeket kutatom és keresem. Bioboltokban is felelhetőek, mondjuk epret, azt valóban azt nagyon meg kell nézni, hogy honnan terem, vagy hol terem, és hát ebben egy, nem tudom, van egy jó zöldség esetek. Hogy ne volna? Én mindig ott veszem a svéd datóját. és jó? Micsoda, sosem volt még olyan. Yeah. Hát nem erre gondoltam, igen. Én a becsárkörtét veszem a zöldség esetnél. Nagyon jó. Figyelj. Olyan becsárkör, fél kiló becsárkörte, annyira durván jó, hogy megjön. Nekem a héja az egy kicsit, a héja kicsit pikás, de ha hozol nekem meghámozva egy pár darabot, holnap azt megköszönöm. Erről már beszéltünk csak még egy mondatban, akkor most egy kicsit szerteágazó témánk, de nem baj, én néha szeretem, amikor vegyítjük a dolgokat, hogy ezek a nasolásszerű kis mogyorok, mazsolák, stb. Kesúdió, ez mehet, mert ezt például imádja a Beni, adhatom neki. Tehát nem kell a so... közben vagy után, igen. Tehát két hét közben is be vagy mellett. Hát mondjuk délután nassoláshoz mehet kesúdió, nem. Két hétkezés között meghívsz vendéget, és kiraksz az asztalra ilyen mogyoró féléket. Igen. Ezt elkezdi a vendégség nassolni, az a legrosszabb. Ezek a zsíros, fehérjedús magok. Ez a célunk. Ezek 3-4 órát is a gyomorban lehetnek, és ha éppen még az ebédet vagy a reggelit emésztjük, akkor ez problémás. És akkor mikor adjam a gyereknek? Hát ehet, de építsük be a főfogásba reggelire és ebédre. Reggelihez. Nem akarok a te világodba élni. Nem. Itt a kesúdiód. Hol vagy, apa? Itt a kerítés mögött. Beadom a kesúdiót. Itt a kis kesúdiót. Apa, de kint játszunk a többiekkel. Nem, egy meg ezt a pisztáciát. Most kell. Gyere már, mert róla lejár az idő, amit megszabad a Gábor. Akkor reggel is este. Este például a kaja után lehet, mondjuk akkor már ritkábban nassol. A gyerek nekünk hazajön az óviból, és akkor van a nassolás. Az egy jó időpont, 5-6-kor, hogy kis pisztácia. És akkor jön még egy vacsora. Most már finomítasz rajta. Még kis pisztácia. Jó. Pici kis pigyem. Gábor.
Egyébként meg kell becsülni, hogy ha gyerek ilyeneket eszik, de valahogy építsük bele a vacsora mellé. Tegyek le 3 szemmogyorót a tányérjára? Nem, keverd vele. Miben? A rántott húsba. Tényleg. Rást ki magos bundában a rántott hús. Egy jó kis hagymás tört krumpli, némikes udióval, pisztáciával. De hogy keverjem bele? Tehát, ne, azért, csupán azért egyébként, mert jól lakik? Vagy hogy megterheli mondjuk 5-kor, ha kicsit nassol az emésztőrendszer? A gyomor úgy működik, hogy ha 30-35 percig nem kap ételt, akkor úgy tekint, hogy ennek a projektnek vége. Tehát mondjuk a gyerek eszik magyarod jóféléket, és eltelik 30-40 perc, a gyomor úgy tekint, hogy vége az étkezésnek. De hogyha magyarul evés után egy másfél órával elkezd enni, a gyomor és a szervezet nem érti, hogy miért kap enni, mikor ő még emészti az előzőt. Ő nem tudja, hogy most nassolt meg más a helyzet, hanem ő úgy tekint, hogy ez egy étkezés, egy önálló étkezés volt. Te hülye. És ezért tiszteljük a szervezetünket. És ezért mondom azt, hogy ha vacsora, a szendvics, a pirítós, a saláták, az esti ebéd, az esti vacsora mellé teszünk dióféléket, nem eszi meg mellé? Hát ezt nem próbáltam még. Megdarálom, összekeverem még. Egy kis mézzel, összekeverem egy kis agavésziruppal. Megdarálom, hát az élvezet érdekén meg egy picit csökken. Még élni akarok, nem kis akarok kesúdiót darálni, hát akkor fogom tökön szúrni magam, ha kesúdiót darálok. Hát ott lesz az életemnek a vége, állok egy daráló mellett, kesúdiót darálok. Egyébként a diókrémedet megcsináltam, az nagyon finom. De önmagában jó, tehát nem a mindenképpen kálcium, magnézium, cink, réz, mangán forrás. Ez általában hiányzik a mai világban az emberek életéből és testéből. A diófélékkel ezt pótoljuk. Érdemes egy picit megpörkölni, vagy pörkölt formába venni, hogy ne legyen nehéz a hasnyálmirigynek, a képszíngátlók miatt. Vedd meg nyersen, pörköld meg otthon, utána daráld el, és keverd el egy kis mézzel. Na, világos, nem? Jó. Ugyan is vagy. Ez nekem így megy. Fél óra, míg megtalálom a Turmix gépet otthon, míg a barán Turmixot csinálok a gyereknek. Egyébként ma már szinte a legtöbb üzletben lehet kapni mézes, pörkölt, mandulát, dióféléket. Nem olcsó mulatság, az tény, nem is kell belőle sokat tenni, nagyon finomak. Oké, akkor még egy utolsó kérdés, tényleg Turmixok. Erről nem beszéltünk. Fogok egy kis tejet, belerakok egy banánt, némi mézet. Én ezt odaadom a gyereknek most mindegy, hogy mikor. Ezzel ártok neki, vagy fehérje durs, gyümölcs van benne, méz van benne, nem teszek vele cukrot, kalóriabomba, és jó. Kis benőke úgy meg fog nőni, hogy lekörözi az apját. Ez rendben van. Ez egy dióféle is? Dióféle a Turmixba? Igen. Összeturmixolódik. Ez még nem jutott eszembe. Hát a legelején szórunk bele 4-5 szem mandulát. De amikor még sok vizet nem töltöttél hozzá, vizet én tejet teszek hozzá. Én tejjel csinálom. Vannak hibáim, az egyik, hogy tejjel csinálom a Turmixot. Már nézd meg, rángatózik a szeme. A kutyafáját tudom, hogy rossz ember vagyok, tejjel csinálom azt a rohadt Turmixot, ritkán teszem, illetve amikor elmosogatom, teszek bele vizet. De nem, valami nem jutott eszembe. Kicsit elmosítani fogja. Vizes banán Turmix. Gábor javasolta. De mert hogyha mandula van benne, akkor az már mandula tejszínnel, mandula tejjel készült, és az teljes értékű, nem kell bele tehéntej. De hogyha nincs benne mandula, hanem tehéntej van benne, az is jó. Sokkal lassabban fog emésztődni, kicsit kicsapódik a gyomorfalra, a kazein fehérje, kicsit el is alszik tőle a gyerek. Ha, sose baj. Elkapom a végén. Kicsit hang a gyomorban. Egyébként a kérdésedet válaszolva abszolút jó, rendben van. De nem bűnözöm vele akkor nagyon. Jó, csapongtunk, de ez nem baj, én szeretem. Néha van egy-egy olyan csütörtök, amikor nem egy dolog mentén megyünk, hanem sok kérdést így rázódítunk, és akkor az ember tudja, hogy mivel bűnözik. Örülök, és mivel nem. Kicsit tesztelünk, hogy tényleg okos vagy-e. Gábor, jövő héten nem vagyunk. Rendben, jó. Jövő hét után se vagyunk. Aztán már te nem vagy. Dehogy is. Csak azért megyünk, Szabir, hogy kivezessük a műsor. Egy ilyen finom kivezetés, hogy két hétig nem vagyunk, aztán már neked nem szólunk, hogy újra lettünk. Nem, két hétig nem vagyunk, majd mondjuk az okokat, de 3 hét múlva találkozunk jó, újra. Rendben, köszönöm. Megígérjük, hogy össze-vissza fog zabálni mindent. A fotókat is küldük róla. Köszi, hogy itt voltál, Gábor. Köszönöm jó volt. A lehetőséget. Sziasztok. Ja, hát majdnem elfejtettem. Hát, mit reggeliztél? Feri integet nekem, jogosan. Mi volt a reggeli? Árpakása volt ma. Árpakása volt ma. Aszalt almával, almacsipszel, áfonyalekvárral, és mit tettem még hozzá? Csicsókaszirup volt mellette. Az mindig és van. Egy kis gesztenyeméz volt otthon most. Na, akkor elégedettek a kis lipázaid, mi? Egy szokványos kis csütörtök. Alma volt, igen. Egy kis csütörtök reggeli. Így. Igen, rendkívül táplálom, a hosszú napon van, ezért kellett az árpa. Az jó, egyébként. Oké, Gábor, izgalmas volt. Köszi, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Két hét múlva. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.